az Európai Uniós választásnak két tétje van. Egyrészt, hogy olyan politikusok irányítják-e majd a szövetséget a következő években, akik ellenzik és meg akarják állítani a migrációt, vagy pedig olyanok, akik támogatják azt és minél több migránst akarnak Európába hozni. Ezt mondta Kósa Lajos a Szekszárdi Fórumon. A Fidesz országgyűlési képviselője és a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke szerint az Európai Uniónak erős országok szövetségéből kell állnia, nem pedig az Amerikai Egyesült Államokhoz hasonló egy központból irányított laza szövetséges államokból. Mi azt gondoljuk, hogy egy erős ország, erős kormánya az, amely a magyar érdekeket jobban tudja képviselni, mint egy föderális Európa, ahol Brüsszelben mondják meg, hogy itt a Szekszárdon hogy kell kötözni a szőlőkarokra az indákat. Most persze képletesen mondom, de a tesenek a szónak a szoros értelmében is venni. Horváth István, a szekszárdi választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a Fidesz és a KDNP aktivistái április 6-a óta csak a szekszárdi választókerületben már több mint 12 ezer támogató aláírást gyűjtöttek össze. Az emberek komolyan veszik a választásokat, érződik azt, hogy a választópolgárok érzik, hogy tétje van az Európai Uniós választásoknak, és reménykedem, mint ahogy eddig is megfelelő részvétel lesz, és a Fidesz-KDNP megfelelő súllyal minél több szavazatot fog tudni kapni. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt emelte ki, hogy korábban Tolna megyében több alkalommal fogtak már el migránsokat, például Bátaszék térségében az M6-os autópályán. Ezért az itt élők nagyon is valós veszélynek érzik az illegális bevándorlást. Az európai parlamenti választást május 26-án tartják.